A nőnap alkalmából a Berettyó Parti Nyugdíjas Egyesület március 6-án már hagyományosnak számító műsoros délutánján egy kis vendéglátással egybekötve ünnepelte hölgy tagjait. Pikó Gyuláni egyesületi elnök bevezető gondolatában azt mondta, március nyitányaként a tavasz hírnökeként kerülhet sor évről évre a nőnap megünneplésére. A hölgyeket köszöntötte Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester is. Szóhanics Albertnek egy nagyon szép versét választottam, amivel szeretnék én is tisztelegni a hölgyek előtt. Nőnapot rejtenek évek, tavasznak napján keresd, születnek új tiszta fények, isszák a mohó szemek. Legzsengébb virágok nyílnak, fényes a szél, éles árny, tavaszi dallamok hívnak, tiszta nap, angyali szárny. Köszöntünk, asszonyok, lányok, nőink, kik vagytok velünk, süssön ma legszebb nap rátok, ünnepez nektek, s nekünk. Ünnep, mert ti velünk éltek, tiétek a mi szívünk, a lányok, asszonyok, szépek, s megőrzik az életünk. Anyánk és párunk ti vagytok, kislányunk mosolya vár, tőlünk szép köszöntőt kaptok, csillagos ég a határ. Szavaim helyett kezemben egy csokor színes virág, meghatott szívvel átnyújtom, ünnepel most a világ. A köszöntők Bónác János alpolgármesterrel együtt egy-egy szál virágot nyújtottak át a jelenlévő hölgyeknek, amit vers és a Szivárvány Református Óvoda Gyermek műsora követett.